15. alkalommal rendeztek pedagógus bált Újbudán. A hagyományoknak megfelelően kamaraerdőn tartott eseményekhez kegyes volt az időjárás, és minden helyet megtöltöttek a vendégek. A bölcsödei, óvodai és iskolai nevelőket, tanítókat és tanárokat Hoffmann Tamás polgármester és Simicsko István hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztos köszöntötte. A gyermekeimnek azt szoktam mondani, hogy két vakáció között mindig van egy tanév is, nyilván erre koncentrálni kell, tanulni kell, okosodni kell, egyfajta bölcsességet kell szerezni a gyermekeknek az élethez, az élet kihívásához. Ebben a legbiztonságosabb és a legjobb szövetségeseink a pedagógusok, a tanítók, tanárok, akik tényleg hivatástudattal, megfelelő küldetéstudattal látják el a feladatukat. Köszönettel tartozunk nekik ezért a munkáért, hogy nap mint nap oktatják, nevelik gyermekeinket, segítenek értékes emberré fejleszteni őket. Nekünk szülőknek ilyen értelemben ők a legfontosabb szövetségeseink. Nagyon sok munka van benne egy ilyen tanévben, nagyon sok feladat vár a pedagógusokra és intézményvezetőkre, természetesen ránk is. Ami még nagyon fontos, nyilván önkormányzatnak mindig egy plusz feladata együtt az iskolákkal, hogy a nyári táborokat szervezze és segítse, hiszen a szülőknek ez egy nagyon nagy segítség tud lenni abban, hogy munka mellett biztonságban tudják a gyereküket, tudják azt, hogy a saját pedagógusaink vigyáznak rá és szerveznek nagyon sokféle izgalmas programot. Az eseményen Molnár László alpolgármester is részt vett, akit az idén nyárra tervezett felújításokról, fejlesztésekről, illetve a lezárult tanév tanulságairól kérdeztünk. Mint minden évben, természetesen idén nyáron is óriási felújításokba kezd ilyenkor az önkormányzat. A legnagyobb az már el is indult, az óvodai férőhely bővítéssel a Törcsvár utcai óvodánál látszik az a építkezés, ami bízunk abba, hogy szeptemberre be is fejeződik. De ugyanígy meg fognak indulni a rekonstrukciók iskoláknál is, például Gazdagréten ablakcserét finanszíroz az önkormányzat, és terveink szerint a nyári szünetben a bölcsödei hálózatot is tudjuk bővíteni, és egy újabb 9 férőhelyes mini bölcsödét fogunk tudni létrehozni a Ménesi úton. Tavaly évben a legnagyobb felújítás, a legnagyobb projektünk az ugye a gazdagréti óvodának a felújítása és annak a bővítése volt. Én azt gondolom, hogy ez minden előzetes várakozásunkat felülmúlt ez az építkezés, és azóta is mondhatjuk azt büszkén, hogy csodájára járnak más kerületekből is jönnek tanulmányozni ezt az épületet, mert ez nem csak egy felújítás, hanem egy olyan bővítés lett, ami pontosan megmutatja azt, hogy miként lehet a régi épületeket korszerűvé varázsolni, és mondhatjuk azt bátran, hogy 21. századivá varázsolni. Természetesen ott a lakóparkok átadásával folyamatosan töltődik fel az épület, úgyhogy az is beigazolódott, hogy ez egy nem kidobott pénz és nem egy fölösleges beruházás volt, hanem már most elmondhatjuk azt, hogy szép lassan neki lehet állni Madárhegy környékén a következő óvodának. Az est során kiosztásra kerültek a jövő pedagógusa pályázva díjai is. A digitális eszközök okos tantermek fejlesztése folyamatos Újbuda iskoláiban. A pályázat célja az új lehetőségek megtöltése tartalommal. Az est további részében tombola húzás és a Kalipszó együttes koncertje szórakoztatta az egybegyűlteket. A sztár fellépő pedig Vastag Csaba volt. Hogy a régen leszek állam,